Üdvözlünk mindenkit a Residens Podcast legújabb adásában. Mai adásunkban a belgyógyászat és onkológiai klinikáról jelentkezünk. Én Karam Nóra vagyok, mai vendégünk, klinikánk igazgatója, professzor Takács István, akivel a hipertireózis alapjairól, ellátásáról fogunk beszélgetni, melyre akár egy hétköznapi ügyeletben is szükségünk lehet rezidensként. Először is milyen tünetek esetén gondoljunk hipertireózisra, mikor fogjunk gyanút? Mindenek előtt szeretettel üdvözlöm a kollégákat, és akkor igyekszem néhány mondatba összefoglalni azt, amit egy rezidensnek akár ügyeletben is érdemes tudni. Hát rögtön térjünk is az első kérdésre, hogy hipertireózis mikor merül fel? Hát azt hiszem az egész beszélgetésnek ez a legnehezebb kérdése, mert a hipertireózis tünetei azok rettentően nem specifikusak. Ugye ez is az oka annak, hogy nagyon sokszor fordulnak a betegek az orvoshoz hipertireózist gondolva, ugye csak említsem a fogyást, a hajhullást, a heves szívdobogást, vagy az újonnan kezdődő hipertóniát. Ugye ezek mind-mind lehetnek tünetei a hipertireózisnak, és az is egy nagyon fontos dolog, hogy minél fiatalabb a beteg, annál inkább láthatjuk a hipertireózis tüneteit. Úgyhogy fiatal embernél egy virágzó képre gondoljunk, értem ez alatt, hogy egyszerre lesznek jelen a kardiovaszkuláris tünetek, ugye ez a heves szívdobogás, időnként pitvalfibrilláció, az emelkedett szisztolés nyomás, gyakoroljak a gastrointestinális tünetek, amiben a fogyása talán a legjobban ismert, de ez mondjuk közel sem kötelező van, hogy a betegek nem fogynak, hanem nő a súlyuk a hipertireózis mellett, mert lehet annyit tenni, hogy az ember ne fogyjon. Tehát ez általában a fiatal emberekre jellemző. Az idős embereknél néha csak egy vagy két tünetet látunk, úgyhogy hogy mikor fogjunk gyanút. Talán ez a hipertireózis nem annyira blik diagnózis, mint az ellentetje a hipotireózis, de ha látunk olyan beteget, aki izgatott, a szeme csillog, ezt nehéz elmagyarázni, hogy mi ez a szemcsillogás, de aki lát két-három ilyen beteget, az már fogja tudni. Ritka, ilyen kicsit merevebb, tágabb tekintet, ritkább pillacsapás és csillogó szem, akkor gyanút foghatunk. De az egy biztos dolog, hogyha a gyanú felmerül, akkor mindig kérjünk egy TSH-t. Ugye ez a legbiztosabb dolog. Természetesen abban ritka esetben, hogyha látjuk azt, hogy a betegnek egy marzebúgi tiásza van, tehát megnagyobbodott a pajzsmirigye, tahikard és exoftalmusza van, akkor nem nehéz a diagnózis, de akkor azt talán már nem is gyanú, hanem rögtön föl is állíthatjuk a diagnózisát a betegségnek. Köszönjük szépen, rögtön el is jutottunk akkor a következő kérdésre, hogy hogyan diagnosztizáljuk. Szóval az lenne a kérdésünk, hogy milyen hormonvizsgálatokat kell kérnünk. Sokszor az osztályvezetőnk csak annyit mondta, hogy nézzük meg a hormonokat, a gyakornok pedig összezavarodva áll, hogy mit is jelöljön be a laborban. Elég ilyenkor a TSH-t megnézzünk, vagy szabad hormonokat is jelöljük be automatikusan a panelen. Ugye az elvi válasz az, hogy a TSH elég, de ez nagyon elvi válasz, ugye, mert egy TSH nem TSH, tehát a TSH-nak az értékét nagyon sok minden befolyásolhatja. Ugye hát leggyakrabban ugye a leggyakoribb eltérést azt a pajzsmirigy adaptáció szindróma jelentheti, amikor a TSH úgy lesz alacsonyabb, hogy a betegnek igazániból nincs pajzsmirigy betegsége. De a való életben, hogyha a TSH a határértékekhez közeli, értem az alsó vagy a felső határhoz, akkor mindig érdemes megnézni a szabad hormonokat. A TSH, vagy a hipertireózisok döntő-döntő többsége, mondhatom, hogy 99%-a, az a klasszikus hipertireózis, vagyis alacsony TSH, emelkedett szabad hormonszintek, de ne felejtsük, hogy azért létezik az a entitás is, hogy a TSH is emelkedik, meg a szabad hormonok is, de röviden válaszolva, általában szűrésre elég a TSH. És ha a TSH érték eltér, akkor a laborok egyébként, szerintem már lassan minden magyar labor, akkor a szabad hormonokat is megnézi. Ez így érthető, köszönjük. És milyen diagnosztikai lépéseket kell tennünk, hogyha már felállítottuk a diagnózist, hogy tisztázzuk a betegség etiológiáját? Ugye a laborban ezt nagyon könnyű tisztázni. Bazedov-kornál, vagy Graves-kornál, vagy Graves-Bazedov-kornál, ugye Magyarországon hívják így is, úgy is, attól függ, hogy német területre kalandozunk, vagy az angol száz területre.
Szóval a Graves korban ott egy egyszerű antitestiter, ugye ez a TSH receptor elleni antitest, vagy TRAC, ami persze egy német rövidítés, szóval az eldönti, hogy igen, nem, melyik betegség áll fenn. A adenóma esetén, ami segíthet, a toxikus adenómában a szabad T3 aránytalanul nagyobb a szabad T4-hez. Persze ez előtte kell kérni szabad hormonokat. A tireoiditiseknél a nagyon gyorsult, hát ugye itt a dökvejren az elsődleges, a nagyon gyorsult süllyed, vagy aránytalanul gyorsult süllyedés segíthet. És akkor elértünk oda, aminek a legnehezebb a diagnosztikája, ez a jódindukálta hipertireózis. Ugye a jódindukálta hipertireózisban a diagnózis anamnézis nélkül nem elképzelhető. Ugye ott a diagnosztikus lépés az a jód felvétel mérése lenne, amihez azért az országban nagyon sok helyen nem lehet hozzáférni, ugye ilyenkor a jód felvétel lényegileg nulla, de megkérdezzük a beteget arról, hogy volt-e mostanában kontrasztanyagos CT-vizsgálata, vagy szedek oldalon, akkor közelebb kerülünk a diagnózishoz. Köszönjük. És hogyha már megvan a diagnózis, akkor hogyan kezeljük a betegénket, hogyan kezdjünk neki a kezelésnek? Hogyan válaszunk a különböző gyógyszerek közül? Ugye az első lépés, hogy kell a beteget tünetileg kezelni. A tüneti kezelés alapja az a szimpatikus tünetek csökkentése. Ha valaki ül az asztalnál, és már viszonylag nyugalomba került, nem idegesíti az, hogy ott egy orvos is, akkor a 90 fölötti pulzusszámot mérünk, akkor érdemes, vagy ha nagyon magas természetesen, akkor kell elkezdeni bétablokkoló kezelést. A bétablokkoló kezelésnek a messze legjobb szere ebben a betegségben a propranolol, ugye ez egy nem kardioszelektív bétablokkoló, a perifériás T4-T3 átalakulást is befolyásolja, ezért viszonylag gyors hatása van. Annyit kell belőle adni, hogy a pulzusszám az nyugalomban 90 alá kerüljön. Ez az első lépés. Azért mondom, hogy az első lépés, mert a hormon kialakulásának a lépcsőit befolyásoló gyógyszereket, ugye itt a metimazol, propiltiuracil, ezt ugyan elkezdjük rögtön adni a betegeknek, de jó pár nap után kezd kialakulni a hatásuk, talán a propicillnek a hatása egy kicsit gyorsabb. Tehát ezt is el kell kezdeni adni. A bazedov-kór esetén, vagy Graves-kór esetén a kezelést akkor érdemes folytatni tartósan, akkor is, hogyha elértük az eutireózist, hogyha a betegnek reális esélye van arra, hogy egy másfél éves kezelés után ez gyógyító hatású legyen, vagyis a betegségük megszűnjön. Ez akkor képzelhető el, hogyha az antitestiterük nem extrém magas, illetve a pajzsmirigyük nem nagyon nagy. Ez a két eset nagyjából kizárja azt, hogy valakit csak gyógyszerre meggyógyítsunk. A toxikus adenómában ott a kezelés célja, hogy a beteget közel eutireotikussá tegyük, és utána radiojóddal meggyógyítsuk. A tireoiditiszekben, ugye itt a dökvejren az a típusos, ott a kezelés az abszolút csak és kizárólag tüneti, ott nem kell adni a hormon képzést befolyásoló gyógyszer, mert semmi értelme nincs, ugye itt a nem arról van szó, hogy a pajzsmirigy több hormon termel, hanem a megtermelt hormon a gyulladás miatt kiszabadul a follikulusokba. Gyakran megtanuljuk az egyetemen, hogy a tireotoxikus krízis ellátása viszont már nem belgyógyászati, hanem intenzív osztályos feladat. Mi az a pont, amikor kérjünk segítséget ilyenkor? Ha tireotoxikus krízis van a betegnek. Ugye erre van egy jó pár szkórrendszer. Ha a szkórrendszerben eléri a beteg a diagnosztikus határt, akkor azt nyugodtan akkor is vehetjük tireotoxikus krízisnek, ha a beteg ránézése nem látszik nagyon súlyos betegnek. Ugye itt általában fiatal emberekről van szó, akik nagyon sokáig jól bírják a hipertireózist, azonban ez ne csapjon be minket, mert itt az egyik pillanatra a másikra jöhet az összeomlás. Tehát a kérdés persze egy ügyeletben nem a szkórrendszer, hanem az, hogy milyen tünetek hívják fel a figyelmet arra, hogy ez lehet hipertireotikus krízis. Ugye a következőkre kell figyelni.
ha egy nagyon agitált beteg lázas, hányás vagy hányinger jelenik meg hasi fájdalommal, akkor az nagyon-nagyon arra mutat, hogy a betegnek indulhat a hipertireotikus krízise. Ilyen beteget ne engedjünk haza, ugye ők hát abszolút nyugtalanok, tehát ők szeretnének még hazamenni, összepakolni, megetetni a kutyát és a többi, de ezt bízzuk ilyenkor a családba, a beteg az maradjon orvosnál, vagy orvos közelébe, és akkor rögtön kezdjük meg a kezelését. Ami egyébként nem is annyira egyszerű, persze ez jó részt attól is függ, hogy milyen igazi, vagy mi a betegség, ami a háttérben áll, mert ne felejtsük el, hogy a hipertireózis tünetei azok tünetek, tehát ez egy tünet együttes, és nem egy darab körülírt betegség. És az intenzív osztályon ellátása ezeknek a betegeknek különbözik-e a belgyógyászati osztályon? Adnak-e valamilyen más gyógyszert, vagy hasonló elvek alapján folyik a kezelésük? Hát nagyjából hasonló elvek alapján folyik. Meg kell oldani a betegnek a megfelelő folyadékpótlását, mindig kapnak kortikoszteroidot, ugye a mellékvesekéreg elégtelenség megelőzésére, a beta-blokkolóval a szimpatikus egyensúlyt próbálják visszaállítani, és természetesen elkezdik agresszíven, gyakran vénás formában adni a hormonképzést, gátló gyógyszereket. És picit szeretnék visszatérni egy előző kérdésünkhöz. Arról már beszéltünk, hogy mi válthat ki a hipertireózist, itt beszéltünk már a jódos kontrasztanyagról. Mi van, hogyha egy ilyen betegünket, akinek most diagnosztizáltunk egy hipertireózist, valamiért szüksége lenne egy kontrasztos CT-vizsgálatra? Mit csináljunk ilyenkor? Ugye, ha hipertireotikus krízisben van, azt nem lehet. Tehát akkor kontrasztanyag nélkül, vagy MR, ugye az MR kontrasztanyagokban abban nincs jó, tehát akkor MR-t kell választani, de semmiképp nem kaphat jódos kontrasztanyagot, mert ilyenkor, leszámítva persze azt az esetet, amikor a túl sok jódtól van eleve a hipertireózisa, de ilyenkor ez fel tudja robbantani a betegséget. Egyébként egy sima toxikus adenómát is rettentően hirtelen tud olyan agresszív betegséggé tenni, hogy kórházi kezelés lesz a vége, de ha már valaki a krízisben van, vagy a krízis közelén, az nem kaphat kontrasztanyagot. Egyébként, ha a kérdés arra is irányul, hogy mi van, hogyha tudjuk, hogy a betegnek van hipertireózisa, de mondjuk úgy, hogy egy ilyen szalon hipertireózisa van, vagyis ezzel nyugodtan otthon is lehet, akkor előtte még mielőtt kontrasztanyagot kap, mindenképpen kell, hogy kapjon metotilint néhány napig, döntően mondjuk egy hétig, és akkor az egy hét kétszer egy tablettás metotilin előkezelés után meg lehet csinálni a kontrasztos CT-t. Nagyon szépen köszönjük professzor úrnak ezt a részletes összefoglalót. Én köszönöm a lehetőséget. Szerintem nagyon sokunknak nagyon hasznos volt. Köszönjük szépen a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, amikor is egy másik endokrin kórképpel fogunk megismerkedni közelebbről.